Sziasztok! Ez a kis videó egy tájkép festéséről fog szólni, de az apropója valami egészen más, ugye ez egy meglepetés videó nektek. 2018 karácsonya van, és ebből az alkalomból szeretném nektek ezt a videót átadni. Ez a videó a karácsonyi az én karácsonyi üdvözletem és köszönetem a Kinvart Akadémiának a tanulóinak, ezt mindenki megkapja most tőletek. Úgyhogy ezzel szeretnék nektek a 2018-as évben boldog karácsonyt kívánni. És akkor térjünk rá a lényegre, a képre. Ez egy 30x40-es alapozott faros lemez. És itt készítettem szénnel egy kis előrajzot, ez egy vízparti táj lesz, egy ilyen kis állóvíz, vagy ilyen patakszerű rész, egy ilyen kis erdős, ligetes részben. És ugye a szénrajzot fixáltam ezzel a reneszánsz pasztel fixáló sprayvel, ezt meg is mutatom, ezt szoktam mindig használni erre a célra. Ha ezzel lefújom a szenet, akkor nem kenődik el, nem fogja az olajfesték munka közben elkenni, úgyhogy rá tudok úgy dolgozni, hogy ne kenődjön el, és igazából az a jobb benne, hogy ez néhány perc alatt megszárad. Tehát fölrajzolom az előrajzot a képre, lefújom ezzel a fixatív sprayvel, és néhány perc múlva már lehet rá dolgozni, miután megszáradt. És akkor mutatom a palettát is, amivel dolgozni fogunk. Jobbról-balra mondom, titánfehér, kadmium világos sárga, okker sárga, kadmium világos vörös, ultramarin kék, égetett szienna és elefántcsont fekete. Tehát ezekkel a színekkel fogunk dolgozni. Egy ilyen kicsit ilyen borongós, ilyen koratavaszi idő lesz a képen. És akkor mindjárt elkezdjük a háttérnek a kidolgozásával. Ugye a tájképeken mindig hátulról előrefele haladunk, tehát először a háttérben lévő részeket festjük meg. Ez most itt gyakorlatilag az eget jelenti, mert az van a legtávolabb tőlünk, aztán a vizet, illetve a talajt, és akkor majd utána a távolabbi fák, majd a közelebbi fák kidolgozása következik. Tehát a tájkép festésnél mindig az a helyes sorrend, hogyha ilyen rétegekben képzeljük el a tájképet, és a legtávolabbi dolgok jelentik az első réteget a festményen, és ami legközelebb esik hozzánk, azok jelentik az utolsó réteget, és nyilván a kettő között pedig a távolság arányában jönnek az egyes rétegek. Most gondoljunk bele, hogy nagyon nehéz lenne mondjuk, ha megfesteném itt az előtérben lévő fákat, és utána kellene az ágak között kipingálnom az eget, az elég sok nehézségbe ütközne, tehát megbonyolítanám a saját dolgomat, és lehet, hogy néha még látszódna is, hogy ez így utólag lett odafestve, tehát nem lenne tökéletes az eredmény, és nehezebb is lenne. Ezért sokkal könnyebb, hogyha először megfestjük az eget, és majd utána festjük rá azt, ami előtte látható, ami hozzánk közelebb van, jeles esetben majd ezeket a bizonyos fákat. Jó, tehát akkor elkezdjük az ég festését. Ez egy ilyen borongós ég lesz, úgyhogy egy kis ultramarin kéket, egy kis feketét, és titánfehéret fogok ehhez használni. Ezt a hármat összekeverem, és látjátok, egy ilyen szürkés, kékes-szürke szín kapok, de ez nem lesz ennyire tömény, ennyire sötét, most csak itt az alapkeverék miatt, hogy lássátok a szint, azért festettem ezt így ide, úgyhogy majd most még jó-jó sok fehérrel ezt ki fogjuk világosítani.
ehhez most kitörlöm az ecsetből ezt a sötét szürkés masztát. És ugye a festőkésemmel egy jó adag fehéret teszek ide, titánfehéret. És először is itt titánfehérrel, itt a legvilágosabb színnel elkezdem itt az alsó részeket. Hát ez elég erős még mindig. Minden esetre elkezdem így ezzel a világos szürkével bekenni. Egy kevés festőszert használok, és ezzel bekenem a kép hátterét. Körülbelül ennek kellene a legsötétebb szürkének lenni, úgyhogy itt, amit ide kentem, ez már lehet, hogy itt túl sok is lesz, úgy érzem. Majd azokat egy kicsit visszaszedem, eltüntetem onnan. Fontos, hogy ne kenjük túl vastagon ezeket a rétegeket, tehát ez egy vékony rétegű festék legyen itt az égen. Ne legyen túl sűrű a festék, egy pici festőszert is használunk, néha bemártom az ecsetemet egy kicsi festőszerbe, és annak a segítségével jobban el tudom kenni, el tudom dolgozni, de arra is vigyázni kell, hogy ne vigyem túlzásba, tehát hogy ne legyen túl higítva, túl sok festőszer a képen, mert akkor meg ilyen kis tócsaszerűségek alakulhatnak ki, tehát így úgy szoktam mondani, hogy itt tocsogni fog a festőszerben a kép. És akár az történik, hogy vastagon van a festékréteg, akár az, hogy túl sok a festőszer és tocsog, az azt eredményezi, hogy amikor majd ide elé festem a dolgokat, ami nyilván másik színe lesz, akkor az össze fog keveredni, ahogy húzom az ecsetet, abban a vastag, mély festékrétegbe belekeveredik az új szín, vagy a tócsás, híg festékrétegbe ugyanúgy bele tud keveredni, és megváltozik az a szín, amit ide akarok festeni, mert létrejön egy színkeverék, és ezt úgy tudom a legjobban elkerülni, hogyha viszonylag szárazon, kevés festőszerrel és vékony rétegbe festem be a kép hátterét. Na most mondtam, hogy ez itt túl intenzív, túl sötét lett ez a legelső színkeverék, úgyhogy ezt innen vissza is szedem. Festőkéssel elég jól így vissza lehet kapargni a festék nagy részét a képről. Most ezt próbálom meg. Ebből teszek egy kicsit ide le, mert a vízen tükröződni fog az ég színe. Tehát amennyit tudok, ebből visszakaparok. Azt is meg lehet csinálni, hogy egy ilyen papírtörlővel egy picit visszatöröljük, eltörünk amennyit lehet ebből a színből, letörünk a képről. Most szükségem van egy tiszta papírtörlőre közben. Jó, és akkor megint hozok egy kis titánfehéret, pici festőszerrel, és ezt elkezdem ezt a túl sötét szürkéket itt fehérrel átdolgozni, ezzel kivilágosítani egyben. Nem baj, hogyha itt a sarokban egy kicsit sötétebb. Ez gyakori ugye, amikor ilyen borongós felhős az ég, hogy itt-ott ilyen szürkébb színfoltok a felhők között átütnek, átlátszanak. Úgyhogy ez itt teljesen jó. Itt alul pedig egy kis fehér színnel alul egy kis fehér színnel még világosabbra festem a horizont közelében az eget. Ez nagyon fontos, a horizont közelében mindig világosabbra festjük az eget. Hát ezt nagyon sok tanfolyamon is elmondtam már. Aki követi a tanfolyamokat, ott tudja, hogy ez miért van. Ez a tájkép festésnél egy ilyen alapszabály, hogy az ég az a horizont közelében az esetek nagy többségében világosabb. Ez az úgynevezett levegő perspektíva miatt van így. Mert a levegő perspektíva hatására
az ég hozzánk közelebb lévő, a földhöz közelebb eső része az mindig egy kicsit olyan homályosabb, világosabb lesz. Itt most, amit láttok, ez egy kis okkersárga, egy pici okkert belevittem, és így fehérrel, meg ezzel az okkerral belekenek ide ilyen felhőket, egy kis ilyen sárgás-fehéres színű felhőket szeretnék itt ebbe a kék részben ábrázolni, és ezt láthatjátok most itt. Nem szoktam én nagyon a felhőkön vacilálni, nagyon túldolgozni, én ilyen rusztikusan, ilyen lendületesen szoktam őket ábrázolni. Különösebben nagy ügyet nem csinálok belőlük. Valaki szereti jobban kidolgozni őket, akkor azt is meg lehet tenni, persze. Innen veszek egy kis szürkét, egy kis sötétebb szürkével még itt lehet a mélységét a felhőknek jobban értékeltetni, ha ide belehúzunk ebből a sötétebb szürkéből egy kicsit. És így már egy kicsit így láthatóvá is váltak valamennyire ezek a felhők, érzékelhető lettek. Na és akkor most jöhet ez a víz, ugye az ég színe tükröződik a vízen, itt már egy picit lehet kékebb, tehát kicsit több kéket tehetünk bele, megint egy kicsit lehet, hogy sok a sötét, és egy kicsit visszatörlök belőle, és egy pici ultramarin kéket veszek föl az ecsetemre, és egy kis ultramarin kéket még ide belekeverek, hogy kékebb legyen ez a szürke. Egy picit így intenzívebb, kékebb színe legyen, de azért ne essünk túlzásba. És ezzel dolgozom át itt egyelőre a vizet. A vizet mindig úgy ábrázoljuk, hogy függőleges irányba visszük fel a festéket, aztán majd később majd ilyen vízszintes irányokba lehet eldolgozni a tükröződéseket. Ennek is megvan az oka, hogy miért így csináljuk. Szintén azokon a tájképfestő oktatásokon, online tanfolyamokon, ahol vizet kell ábrázolni, ott mindig el szoktam ugye mondani, hogy ennek mi az oka, hiszen a víz jellemzője tulajdonképpen a tükröződések, amiket benne látunk. Egyrészt a vízen mindig az ég színe tükröződik vissza, vagy a környezet színei. Tehát mondjuk, hogyha itt esetleg ilyen őszi táj van, őszi falevelek, és azok a fák az őszi színekkel visszatükröződnek a vízen, akkor azoknak a fáknak a színeit látjuk. Viszont, hogyha kék az ég, akkor a kék tükröződik, ha szürke az ég, akkor szürke lesz a víz. A víz mindig olyan színű, amilyen színek visszatükröződnek rajta. A másik, ami a vízzel kapcsolatos, hogy közben a fehérem elfogyott, azért húzottam itt háttérbe. Tehát a másik dolog, ami a vízzel kapcsolatos, az, hogy a vizem, ezek a függőleges irányú tükröződések tulajdonképpen függőleges irányokat mutatnak. Tehát mindig, amikor valami tükröződni tud a vízen, az azért tud rajta tükröződni, mert a vízhez képest merőlegesen található meg, tehát merőleges a pozíciója. Tehát mondjuk mondhatjuk úgy, hogy mivel a víz vízszintes, ezért a tükröződő tárgyak azok pedig függőlegesek. És ahogy ezeket a függőleges irányokat itt én fölfestettem, ezek azt, ide egy kis vöröset teszek, meg egy kis kéket, és ilyen barnás lilás szint produkálok itt oldalt. Tehát ezek a
függőleges irányok így tükröződnek a képen, és ezt úgy lehet a legjobban mutatni, hogyha ilyen függőleges irányú ecset vonásokat viszek rá a festményre, függőleges irányba hordom föl a festéket. Aztán a harmadik nagy jellemzője a víznek a vízszint megjelenítése, tehát azt meg majd az egyik eszközöm erre az lesz, hogy magát a majd az elmosását itt a dolgoknak, a víznek, azt majd vízszintesen fogom végezni. Tehát ezeket a függőleges irányú tükröződéseket tulajdonképpen, az égnek a tükröződéseit, ezeket vízszintesen fogom majd elmosni, és ez a vízszintes irány fogja majd megadni ezt a vízszerűséget. Akár ezt most szerintem lehet, hogy meg is tehetjük. Úgyhogy látjátok, hogy most így elég vastagon fölhordtam ilyen függőleges sávokat. Most egy kicsit az ecsetet kimosom. És teljesen szárazra törlöm az ecsetet, tehát nem hagyok benne festéket, sem festőszert, meg higítót, amivel kimostam. És akkor lehelletnyileg éppen hogy csak hozzáérve a festékhez, ilyen vízszintes irányba finoman így végig húzogatom az ecsetet ezen a víztükrön, tehát vízszintes irányba finoman elmosom a festéket. Tehát éppen hogy hozzáérek a képhez, és ügyelek arra, hogy mindig vízszintes legyen az ecset mozgás. Most nem túl kényelmes nekem ebből a szögből állni, de a kamera miatt muszáj. Így, és meg is történt, és ahogy most látjátok, ilyen, tényleg ilyen vízszerű lett az egész. Ugyanis van még egy jellemzője a víznek, ami segít a víz ábrázolásában nekünk, ezek a fénytörések. Tehát a vízen gyakran ugye apró kis fodor hullámok vannak, ahogy a szél egy picit megborzolja a víz tükörsima vízszintes felszínét, és akkor ilyenkor a fény az megtörik a vízen, azok a tükröződő formáknak az éles körvonalai, azok egy kicsit elmosódottá válnak, és megszakadnak, megtöredeznek. És ez nagyon jellemző a víz, de az agyunk tudja, hogy a vízen ilyet lehet látni. És hogyha ezt, ahogy most mutattam, hogy a vastagabb, sűrű festékréteget így finoman elmostam, és ugye az a logika, hogy legyenek sötétebb és világosabb színfoltok, amiket függőlegesen fölvittem, így váltakozva, és ahogy finoman így az ecsettel éppen érintve ezt így elmostam, így az jött ki, hogy ezek a sötét és világos színfoltok váltakozásainál ilyen elmosódott hatás jön létre, amiben egy picit látszik az ecset vízszintes iránya, tehát jelzi, hogy ez vízszint, azaz víz, és ezek a fodrozódások, ezek a fénytörések is kialakulnak ezzel, hiszen így megtörtem ezeket a függőleges vonalakat, amiket korábban odafestettem, ezeket vízszintesen megtörtem, ahogy a fény is megtörik a vízen, tulajdonképpen ezt ábrázoltam itt ezzel. Jó, tehát úgy nagyjából most megvan így a víznek is az alapja, most kell valamit csináljunk itt a háttérrel. Egy kis világos vörössel és egy pici feketével kezdem, ez most itt túl sötét megint, de fehéret teszek még hozzá, és ebből lesz ilyen szürkés lila szín. Ezzel a szürkés lila színnel ezzel festem meg ezeket távoli facsoportokat. Ez megint a levegő perspektíva hatására van így, hogyha megnézzük, mindig az ilyen távoli dolgok, a távoli fák, távoli erdők, bokrok, azok ilyen szürkés, kékes, lilás színűek szoktak lenni. Ez azért van, mert a levegő perspektíva hatására a színek torzulnak, és ilyen elmosódottá válnak,
távoli fák színei inkább ilyen kékes-lilás színűnek látszódnak. A sárga színe az nagyon hamar ki tud veszni a távolság hatására. Viszont itt a közelebbi dolgokat már élénkebb színre fogjuk festeni, úgyhogy egy pici kadmium sárgát veszek az ecsetemre, és mivel az ecsetemben maradt még ebből a kis lilás színből, ez elég jól bezöldíti ezt a színt, ilyen liba zöld lett, ahogy látható. Ez jó is lesz így kezdésnek, kiindulásnak. Aztán majd még ezen kell egy kicsit itt javítani. Úgyhogy most fogok egy másik, egy keskenyebb ecsetet, amivel finomabban tudok dolgozni, és még egy kis tiszta sárgával rámegyek, mert azt akarom, hogy ez itt még intenzívebb, világosabb legyen, és egy kis titánfehérbe is belemártom az ecsetet, és ezt a titánfehéret is itt elhúzom. Itt van egy ilyen kis nyílt terület, egy ilyen kis mező, ami így egy kicsit kap egy kis fényt. Fürdik ebben a fényben jobban, mint a kép többi része, és ez a fény, ez látható itt ezzel a sárgás színnel. És akkor a következő dolog, ilyenkor nagyon jól lehet használni a legyező ecsetet. Most ezeket a talaj részeket kell itt megfestenem, de talán még mielőtt a legyező ecsethez nyúlok, még mindig inkább a lapos ecsettel egy kis égetett sziennát veszek fel, és vékonyan egy első réteget, egy alsó réteget adok itt ennek a résznek, égetett sziennával. Ugye, ahogy mondtam az előbb, hogy a hátsó rétegeket festjük meg előbb, és utána jöhetnek az első rétegek. Most itt ugyanezt történik. Az égetett sienna jelképezi a föld barna színét, és majd erre jönnek rá azok a fölötte lévő színek, amiket mondjuk az avartakaró, vagy a fűszálak, a fűcsomók, a kisebb bokrok színei produkálnak. Hiszen a föld az távolabb van tőlünk, az a fölötte lévő növényzet alatt található. Ezért itt az első réteg ebben az esetben a föld, és a második réteg majd a rajta helyet foglaló, fölötte helyet foglaló növényzet lesz. És ezért ezzel az égetett sziennával jól lehet egy ilyen alapot adni. Itt szintén ugyanaz a szabály, hogy nem használok sok festéket, meg sok festőszert sem, hanem ezt így óvatosan adagolom. Óvatosan használom. Egy kis festőszerrel meghigítok egy kis feketét, és egy ilyen ágfestő ecsettel mindjárt itt izolálom is a talaj és a víz találkozását. Csinálok egy ilyen sötét sávot, itt egy ilyen partvonalat. Ugyanezt megcsinálhatom itt is. És hát itt is. És akkor most jöhet a legyező ecset. Itt egy pici feketét, belemártom a legyező ecset sarkát szárazon a fekete festékbe, és egy kicsi fekete színt ide fölviszek. Csinálok egy ilyen árnyékos határt. Itt pedig ezt le is tükrözöm. És akkor ugye egy sörte legyező ecsetet használunk, tehát fontos, hogy ez ilyen durvább szőrű sörte ecset legyen, és ne pedig szintetikus. És most belemártom a kadmium sárgába, és finoman ezt is így szárazon, kis mennyiségű kadmium sárgával elkezdem itt átdolgozni.
És már is látható, hogy nagyon gyönyörűen kijött egy ilyen bokor forma, ahol itt ugye árnyékok vannak, a bokor alja mindig árnyékosabb, ott több a sötét, tehát ott lehet tenni ilyen fekete színeket, és fölötte pedig a sárgával megzöldítettem a feketét, hiszen aki például megnézte a KSR színkeverő rendszer videóit, ő már biztosan értesült arról, hogy hiszen ott foglalkoztunk vele már az ingyenes videókban is, hogy a fekete az sokszor úgy viselkedik, mintha kék szín lenne a színkeverésekben. Tehát például, amikor sárgát adunk a feketéhez, akkor zöld szint, egy ilyen olajos zöld, tompa zöld szín kapunk, ami egyébként nagyon kiváló a tájképekhez, nagyon jó szín a tájképekhez. És most látható, hogy ugye van egy kis sárga és fekete is az ecsetemben, de már csak ilyen maradvány. Itt már szinte csak arról van szó, hogy így meg van színeződve a korábbi festékszínektől ez a sörte ecset, és ugye nem mostam ki, nem töröltem ki, és ezzel nagyon jól lehet ilyen ködös, fátyolos kis fodrokat csinálni. Ezek a ködös, fátyolos, könnyed, ilyen szellős, ilyen füstszerű színfoltok, ezek olyanok, mint amikor már ilyen nagyon ritka, így ezek a távoli kis lombok ilyen ritkábban látszódnak, és ezek így ilyen könnyed, áttetsző módon érzékelhetőek a képen. Majd itt is lesznek még ilyen lombcsomók. Aztán elkezdhetjük itt a talajt is jobban formázni, úgyhogy itt is egy kis sárgával, meg egy kis feketével, aztán okker sárgával, fehérrel. Elkezdünk ilyen fűszálakat belevinni. Több sötét kell, több fekete ide alá, hogy ez így jobban érzékelhető legyen. Fűszálakat tudunk itt így bemutatni, kialakítani. És most elkezdjük a fákat megfesteni. Ez most az órám volt, aki ugye elütötte a 10 órát, amit hallhattatok, tehát bemártom megint egy kis festőszerrel, meghígítok egy kis feketét, és ezzel elkezdek itt ilyen vékonyabb, kisebb fákat itt a távolban jelölni. Ahogy vékonyodik a festék, és már nem olyan erősen fog, úgy itt középen is, ezekben a távoli erdőkben is ilyen kis függőleges vonalakat húzok, mint hogyha itt ott is érződne, látszana néhány kis fának a törzse. Itt nyilván pedig a közelebbi dolgok pedig határozottabban sűrűbb festékkel, sötétebb, töményebb feketével látszódnak. Majd ide határozottan valami erőteljesebb, markánsabb fát festünk, úgyhogy egy kis égetett sziennába is belemártom az ecsetet, és ezzel az égetett sienna barnával
Itt jelölöm ezt a hozzánk közelebb lévő fát. Ugye a fáknál mindig meghatározunk egy, hogy milyen irányból jön a fény, és azzal ellentétes oldalon árnyékot kell festeni, tehát hogy sötétebbre, akár egészen feketére festjük a fát. Majd itt egy kis világos vöröset is felveszünk az ecsetre, és azzal is beledolgozunk. Tehát gyakorlatilag feketével, égetett ciennával és világos vörössel dolgozok felváltva. Ezekből a színekből rakom össze itt a fáknak a színeit. Itt most egyébként ez egy olyan kép, ahol a fény így középről érkezik, ezért a fákon, a két oldalt lévő fáknak az árnyékai ellentétesen vannak egymással, de ha a fény az egyik irányból, oldalról, vagy balról, vagy jobbról érkezne, akkor mindig következetesen minden fának az árnyék ugyanazon a törzsén látható, de ilyen esetben, mikor középről érkezik a fény, akkor mindig ha két oldalt vannak fák, akkor gyakran így lehet ábrázolni, hogy ugye az egyik oldalon lévő fának a jobb oldala van árnyékban, itt pedig a bal oldala, mert itt középen világítja meg a fény a fákat. Ugye ez egy eléggé ilyen borongós időjárásban van festve, és hát még ugye ez a kora tavasz, amikor már kezdenek itt ilyen kis zöld színek jönni, de még mindig az ősznek és a télnek, az elmúlt ősznek és télnek a földszínei dominálnak a tájban. Ezért ezt a borongosságot ezzel a kicsit túl élénkre, túl vörösesre festett fákkal lehet nagyon jól feloldani. Ezek a borongós zöld színek nagyon jó kontrasztot alkotnak ezzel a vöröses tónussal, ami itt van a fákon, és így nagyon szép harmonikus kontraszt jön ki, és a képnek a komorságát egy picit oldja ez a vöröses szín, ami itt megtalálunk benne.
Jó, egyelőre így a fák nagyjából láthatóak, eléggé, azt hiszem, hogy elég sokat dobott a kép komorságán, sokat jelentett ez a kis szín, amit ide rávittünk. Most egy picit itt elmosom ezt a feketét, ez itt túl vastagon látszódik. És akkor most festőkéssel egy picit, mondhatjuk, hogy itt ilyen sárosabb ez a rész itt a víz part szélén, úgyhogy így égetett ciennával és feketével, meg egy kis fehérrel viszek bele itt ilyen színeket, így nagyon rusztikusan, így a kés élére veszek föl színeket, és ezzel így nagyon rusztikusan, nagyon szépen lehet ilyen sáros, rusztikus részeket itt megjeleníteni. És ugyancsak a késsel bele lehet egy kicsit segíteni, hogy itt még rusztikusabb, még keszekuszább legyen az aljnövényzet.
Ugye ezek az utolsó rétegek, amik a kép legelején vannak, tehát ezek érkeznek rá a legvégén a képre, és gyakorlatilag ezek azok, amik felöltöztetik a képet, magát. És akkor ilyenkor még lehet ilyen kis, szoktam ilyen kis levélpöttyöket elhelyezni, ezeket így az ágfestő ecsetnek a hegyével lehet. Nem szabad túlzásba vinni, és nem kell sokat tenni belőlük, de itt-ott legyenek ilyen kis levélpöttyök. Ezek lehetnek különböző színűek, hiszen lehetnek már ilyen zöldes, friss levelek, de még a tavalyi őszi levélzetből is előfordul, hogy valamennyi marad ilyenkor a fákon, ami kibírja ott a telet, és azokból is így ilyen okkeres, meg vöröses, narancsos színekkel. Itt szintén színesíteni tudjuk a festményt. Egy párat a vízbe is beleejthetünk ezekből a levelekből. Hát és gyakorlatilag ennyi, el is készült a kép. Lehetne még cifrázni, de minek? Esetleg már túl dolgoznánk a képen. Ugye meg lehet ezt festeni egy kicsit nyáriasabban is, több zölddel, üdébb zöldekkel, kevesebb ilyen sötét és barnább színnel, vagy még ősziesebbre, hogyha abszolút a zöldet mellőzitek, és inkább a zöld helyett ilyen okkeres, sárgás, narancsos, barnás színeket használtok. Mindegyik egy jó megoldás, és nagyon változatos lehetőségeket nyújt ez a kép. Még talán itt a fánál egy kis világos fényfoltot érdemes tenni, úgyhogy egy pici fehérrel itt a fény felüli oldalán még jelzem a fákat. Ez még egy picit segít érzékeltetni, hogy ez itt a ez a világosabb oldal. És akkor ennyi. Belekarcolom a nevemet. És elkészült a festmény. Tehát akkor még egyszer köszönöm, hogy a 2018-as évben is velem tartottatok, és ugye minden a Kínvart Akadémia minden hallgatójának, és ugye egyébként is, akik követik a munkásságomat, olvassák a blogokat, vagy nézik a YouTube csatornát, mindenkinek áldott, békés és szeretetteli karácsonyt kívánok, és hát majd új évben, és boldog új évet persze, és majd új évben folytatódik a munka, jön még nagyon sok érdekes, izgalmas információ és tudásanyag, sőt, még nagyon nagy újdonságok is várhatók az online festőtanfolyamok.com-on, a Kínvart Akadémián, úgyhogy várjuk, most ünnepeljük a szeretteinkkel a karácsonyt, hagyjuk egy kicsit majd a festészetet, és várjuk az új évet, ahol pedig majd az új kihívásokat együtt a festészetben megpróbáljuk megoldani. Sziasztok!